megszűnt a kedvezmény, januártól a zöld rendszámos autók parkolásáért is fizetni kell Békés Csabán. Birka és bárány, egyre népszerűbb a haszonállat fogyasztása. Halhatatlan csillagok kiváló sportolóit köszöntötte Békés Csaba. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Január 1-től több megyei jogú városhoz hasonlóan Békés Csabán is megszűnt a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása. Az intézkedés része annak a közgyűlési rendelkezésnek, amely révén tavaly októbertől megemelkedtek a parkolási díjak a városban. Az önkormányzat szerint a kedvezmény eltörlése az elektromos hajtású járművek növekvő száma miatt mára elkerülhetetlenné vált. Sorban állnak a parkoló autók hétköznap délután az Andrássy úton Békés Csabán. Azt ugyan egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy túl sok lenne köztük a zöldrendszámos gépjármű. Az azonban biztos, hogy január 1-től többé már nem parkolhatnak ingyen a város fizetős övezeteiben. A híradónk által megszólaltatott csabai autósok többsége szerint ennek már pont itt volt az ideje. Hát mivel egyre több van, így most már azért igen. Azért most már illet volna nekik is fizetni. Szerintem csak az a mozgáskorlátozottaknak legyen az, hogy nekik tényleg, hogy ne kelljen fizetni. Szerintem az jogos, igen. Már eddig oké, hogy nem került nekik pénzbe, viszont nekik is ugyanúgy ott kellett állni. Nekik viszont az idejük ment rá, akkor nem a pénzük. Most így viszont sajnos mind a kettő nekik is. Sokan viszont pont a kedvezmények és a környezettudatosság miatt ruháztak be egy zöldrendszámos járműbe. Így volt ezzel a békéscsabai Lipták Zsolt is, aki 2 évvel ezelőtt vásárolta meg ezt a családi egyterűt. Jól lehet, ebben az autóban hagyományos benzinmotor is van, azonban csak elektromos üzemmódban akár 40-50 kilométert is el lehet vele menni a városban. Mint mondta, legtöbbször otthon napelem segítségével tölti az autóját, ami így olcsóbb, mint az utcán, de az ingyenes parkolás megszüntetése őt is érzékenyen érintette. Elsődleges szempont nem volt. Úgy gondolom, hogy városon belül még meg lehet oldani az ingyenes parkolást, persze időszakosan nem, viszont nagy előnye volt, az tény és való, tehát hogy nem kellett figyelnem azt, hogy hova parkolok, vagy hogy hol van egyáltalán parkoló automata. Most már ugye visszatérünk erre a dologra, hát sajnos ez ellen nem tudunk tenni. Az intézkedés azonban nem számít egyedinek. Sok más hazai település is hasonlóképp döntött a közelmúltban. Az egyik autós szakmai hírportál szerint csak tavaly 10 városban szüntették meg az elektromos hajtású járművek ingyenes parkolását, így például Győrben, Zalaegerszegen, Hódmezővásárhelyen és Siófokon. Ebbe a sorba állt be idén Békés Csaba is. Csiaki Tamás, a Városüzemeltetési Osztály osztályvezetője elmondta, hogy a döntés hátterében a parkolási rendszer fenntartásának megemelkedett költségei, valamint a zöldrendszámos autók számának jelentős növekedése áll. 2022-ben a harmadik negyed évben mintegy 15%-kal nőtt Nyugat-Európában az elektromos autóknak a száma. Ez Magyarországon 3,8%-os növekmény volt. Ezt a tendenciát, hogy tulajdonképpen a zöldrendszámos autóknak a fizető parkolási lehetősége térítésmentes legyen, ezt nyilván sokáig nem lehetett fenntartani, és ezt a fajta tendenciát követte az önkormányzat is, hogy visszalépett ebből a kedvezményből tulajdonképpen. Az osztályvezető arra a kérdésre, hogy az intézkedéstől mekkora bevételnövekedést vár az önkormányzat, nem tudott pontos számot mondani, azonban összességében a megemelt parkolási díjakból tavalyhoz képest 20-25%-kal több pénz folyhat be a város kasszájába. A Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabán 2 éve van jelen. Ez idő alatt számos hazai és külföldi előadót láttak vendégül a városban, de fő profiljuk a fiatalok tehetséggondozása tekintetében is sokrétű tevékenységet végeztek.
Kedden az MCC Békés Csabai képviselete adott otthont annak az évértékelő sajtótájékoztatónak, amelyen egyúttal a közeljövő fontos változásairól is szó esett. Az esemény kapcsán a városba látogatott Konstantinovics Milán szakmai főigazgató helyettes is, aki a szervezet fiatalok körében végzett munkáját emelte ki. A Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjának az ereje az pont abban rejlik, hogy közösséget épít. És ennek a közösségnek nagyon szívesen lesznek tagjai a hozzánk érkező középiskolások, elsődlegesen azért, mert hogy a megtartó erő az egy olyan kortárs közeg lehet ebben az időszakban, ahol olyan gyerekek gyűlnek össze, olyan diákok lesznek együtt, akik mind többé szeretnének válni, mind fejlődni akarnak, ahol úgymond sik tanulni, fejlődni, érdeklődni, a világ fele kinyílni. Nem csak a tudásanyag átadása a cél, hanem a szemléletformálás, a közösségi élmények generálása is, tette hozzá Konstantinovics Milán. A szervezet helyi képviseletének elindulása óta számtalan programnak adott helyet a Kinizsi utcai iroda, ahová a karitatív eseményektől kezdve a különböző politikai, gazdasági és kommunikációs előadásokig a legkülönbözőbb témák kapcsán invitálták az érdeklődőket. 2021. szeptemberében indultunk itt Békés Csabán, egy ilyen bérlemény ingatlanban, és közben pedig 2022-ben az MCC megvásárolt az András utca 38 szám alatti ingatlan. Nagyon frekventált helyen egy gyönyörű épületet, és nem sokára ez felújításra kerül, és át is tudunk költözni egy-két hónapon belül, és egy sokkal szélesebb spektrumú rendezvénykör tudunk így ezáltal bevonzani. Mittag Mónika kiemelte, programok tekintetében, ahogyan eddig is, igyekeznek megfelelni az MCC felé támasztott igényeknek, legyen szó akár a hazai és nemzetközi szaktekintélyeket felvonultató előadásokról, akár a fiatalokat érintő célkitűzésekről. Más húsvélékhez képest ritkábban fogyasztunk birkát, illetve bárányt, idén pedig még a felhozatal is csökkenhet. Más állattenyésztési ágazathoz hasonlóan ezt a szektort is sújtotta az aszály. Bár Békésben kevesen foglalkoznak ennek a haszonállatnak a tenyésztésével, Békés Csabán is van olyan hentes, illetve étterem, ahol kapható a húsféle. A megfelelő védő öltözet felvétele után megkezdődött a birkahús feldarabolása. Békés megyében kevesen foglalkoznak nagy tételben birkatenyésztéssel, viszont a legtöbb hentesnél megtalálható ez a húsfajta. A Békés Csabai húsbolt üzletvezető helyettese szerint náluk általában konyhakészen keresik a vásárlók ezt a terméket, különösen a bárányt. Húsvétkor is megnő a kereslet rá, de leginkább a nemesebb részét keresik a birkának, mint mondjuk a gerince vagy a combja, mert általában ilyenkor inkább egészben szokták megsütni. Hozzátette, nem nagy a megyei birka állomány, de ha lehetőségük van rá, akkor birkaételeket is készítenek az egyik általuk üzemeltetett Békés Csabai vendéglőben. Az étteremben a menüztetés mellett többször van lehetősége a vendégeknek különlegesebb ételek fogyasztására. Lassan már megengedi a levet. Nagyon népszerű a birkapörkölt, nagyon sokan szeretik. Múlt szombaton épp lecsós birkapörkölt készült. A főszakács Bátori József a folyamatot a hét.tv és a behír.hu stábjának is megmutatta. Az üzletvezetője elmondta, hogy nem mindennapos dolog náluk a birkás ételek készítése, fogyasztása. Leginkább tavasszal és nyáron szoktak bográcsban pörköltet készíteni. Azt gondolom, hogy ezt inkább úgy étő arányában, tehát hogy nem egy mindennapos dolog. Sőt, inkább azt mondom, hogy ez inkább egy ilyen tavaszi-nyári szezonális, inkább, mert azért a birkahús az bográcsban az igazi. Az ügyvezető hozzátette, hogy az étteremben is megérzik az áremelkedést, de mindig igyekeznek kiszolgálni a vásárlók igényeit.
Ahogy 1994 óta minden évben, idén januárban is megtartotta a hagyományos élsportolói fogadását a Vármegye Székhely önkormányzata. A rendezvényen átadták a Békés Csaba sportjáért kitüntetést, díjazták a 2022-es év legeredményesebb sportolóit, és köszöntötték a Békés Csaba halhatatlan sport csillagai címben részesülőket a Városi Sportcsarnokban. A város polgármestere ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, a 2022-es évelejét még a koronavírus járvány hátráltatta, majd jött az orosz-ukrán háború, az infláció és az energiaválság. Szarvas Péter hozzátette, a sportsikereknek köszönhetően egy-egy pillanatra sikerült túllendülni a problémákon. Amikor mi tavaly valamennyien izgultunk egy-egy lőtt vagy dobott gólért, vagy egy leütött lecsapásért, vagy a súlyemelőinkért, vagy a cselgáncsozóinkért, vagy a vívóinkért, vagy atlétáinkért, vagy kickboxosainkért, mindig kicsit túl tudtunk emelkedni azon, hogy milyen problémák, nehézségek vesznek körbe minket. Ebben az évben is ketten kaptak Békés Csaba sportjáért kitüntetést. Dr. Dányi József 1984-től kisebb megszakításokkal több mint 30 évig szolgálta az Előre labdarúgó csapatát, míg ezzel párhuzamosan 1989-től a női kézilabda együttes csapatorvosa volt. Izgalmas és érdekes, hogy itt nyilván nem mindig csak a sikerekről van szó, tehát a mindennapos együttlétbe, egymásra odafigyelésbe, hát néha egy-egy káromkodás is becsúszik, de összességében úgy érzem, hogy mindig megtaláltam a hangot mindenkivel. A másik idei elismerést Szigeti Csaba, a polgármesteri hivatal oktatási, közművelődési és sportosztályának vezetője vehette át. Hivatali teendői mellett is sporttémájú újságcikkeket és könyveket ír, kiadványokat szerkeszt. Munkáival megörökítette a helyi sporttörténelmet az utókor számára. Nagyon köszönöm, hogy megkaphattam ezt a kitüntetést. Köszönöm az atlétáknak, akiknek eszébe jutottam, és benyújtották a felterjesztést. Köszönöm szépen a sportszakmai tanácsadótestületnek és az Ifjúsági és Sportbizottságnak, hogy támogatták, engem választottak ki, engem javasoltak a közgyűlés számára, és természetesen nagyon köszönöm a közgyűlésnek, külön polgármester úrnak és a polgármester úrnak. Ezután az élsportolói fogadás következett, amelyen átadták az év sportolója díjakat. A nőknél 2022-ben a súlyemelő Mityko Veronikát választották a legjobbnak. Hát a legkiemeltebb versenyünk a 2022-es évben az Albániában megrendezett U23-as Európa-bajnokság volt, ahol Európa-bajnok lettem szakításban, és ugye összetettben is, és lökésben második lettem. A sportszakmai tanácsadó testület döntése alapján Békés Csaba halhatatlan sportcsillagai közé került a tornamesteredző házaspár, Unyatinszkiné Karakas Júlia és Unyatinszki Mihály, valamint Gyáni János, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ötödik helyezett dzsúdós. Ez egy nagyszerű dolog a városnak, ez a jellegű fajta elismerése. Én egész életemet itt töltöttem Békés Csabán, jó egy néhány évet Budapesten, mert elvittek a Honvédba, de egész életemen keresztül ezt a sportágat űzöm, nevelem most már, és ezt most ezzel a címmel a városunk is elismerte. Az elismerésben részesülőknek ezúttal is megörökítették a kézlenyomatát, amelyeket a Sportmúzeumban láthatnak majd az érdeklődők. Győzelemmel folytatta szereplését a Békés Csabai Előre NKS-e a női kézilabda NB1 13. fordulójában kedden este. Pap Bálint együttese a 6. helyezett Siófok otthonában lépett pályára, és 29-27-es sikerének köszönhetően megerősítette a 12. helyét a tabellán. Nagy lendülettel kezdte az összecsapást a fekete szerelésben pályára lépő házigazda, amely közel 15 perc játékot követően 9-5-re vezetett.
A Békés Csaba a folytatásban elkezdte a felzárkózást, és a 24. percben már az egyenlítés is sikerült. Papp Bálint együttes átvette az irányítást, a csapatok 15-14-es vendégelőnynél mentek szünetre. A fordulást követően szoros küzdelem alakult ki a pályán, a Siófok ugyan egyenlített, de a Békés Csaba folyamatosan válaszolt, a 47. percben már 23-20-ra vezetett. A folytatásban 4-re is nőtt a különbség, azonban az utolsó két percre emberhátrányba került a vendégegyüttes. A viharsarkiak végül kemény védekezésüknek köszönhetően megtartották előnyüket, és 29-27-es győzelmet arattak. Jól kezdtük a mérkőzést, de utána sokat hibáztunk a lerohanások, illetve a gyorsindítások során. Sok problémánk volt támadásban, és a Békés Csaba csapatmunkában felülmúlt bennünket. Gratulálunk ellenfelünknek, megérdemelten szereztek 2 pontot. Fogalmazott a Siófok vezetőedzője. A mérkőzést követően a balatonpartiak továbbra is az NB1 6. helyén állnak, míg a Békés Csaba megerősítette 12. pozícióját. A csapatként tudtunk funkcionálni a mérkőzés folyamán. Az első 15 perc után a védekezésünk is stabilizálódott, és tudtunk megállító fautokat elhelyezni, és utána könnyebb tudott lenni a játékunk, addig ugye vezetett a Siófok, utána egy pici szerkezetet váltottunk elő, érkeztek a távoli zónából lövések, azok hála Istennek bejöttek, és azt gondolom, hogy utána szépen uraltuk a mérkőzést. A csabai kézilabdázók legközelebb február 11-én szombaton 18 órától lépnek pályára, amikor hazai környezetben a 7. helyezett Dunaújváros együttesét fogadják. Finn nyitásfogadó ütővel erősíti meg játékos keretét a Svitelszki Békés Csaba, közölte a klub hivatalos oldalán. A 28 éves Szála Kárhu a 2021-22-es idényben a BRS színeiben szerepelt, majd a szezon végén bejelentette visszavonulását. A finn játékos ezt követően is a Békés Csabai klub kötelékében maradt, és az utánpótlás csapatok edzéseit segítette. Az egyesület szerdán jelentette be, hogy miután szerződést bontottak a görög Maria Ikonomiduval, Zsejda Átkás játékára pedig betegség miatt nem számíthatnak, reaktiválják a finn nyitásfogadó ütőt. Szála Kárhu az előző héten elkezdte az egyéni és a speciális edzéseket annak érdekében, hogy minél hamarabb visszanyerje formáját. A klub azt is közölte, hogy a játékos a héten a csapattal együtt tréningezik, és akár néhány héten belül ismét visszatérhet a pályára. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!